összeszedtem veled kapcsolatban. Korábbi ügyvezető, a tulajdonosi képviseletet ellátó személy, elnöki tanácsadó, segítő, erőlétjező, csapatmenedzser, klubigazgató, az ügyvezet és azon tagja, aki a szakmai oldalért felel. Szóval, hát ez egy ilyen magyaros, nem? Igen, ez teljesen magyaros. A teljesen felém közvetített titulusom az az, hogy a tulajdonosi képviseletet ellátó személy a Vasas Futballklub Kft. Nyilvánvaló, hogy azok a változások, amik a napokban történtek, értem itt az edzőváltásról. Nyilvánvaló, hogy ennek az anyagi luknak, amit az előbb említettem, az eltüntetésére irányuló törekvéseket mutatják, hozzá kell, hogy tegyem, hogy, és ebben egyáltalán nem értettem egyet Faragó Attilával, nem, ez nem a jó irány. Már mi nem a jó irány? Ezek a változások, ennek a úgynevezett anyagi ellehetetlenülések a megoldására, edzőt váltók, játékosokat dobálok ki átgondolatlan, megfontolatlanul. Mikor jön az a pont szerinted, amikor azért ebben a most jelenleg ilyen képlékeny állapotban azért valamit nagyon határozottan mondani kell. Itt a pénz, átutaltuk, csináljuk tovább, A, B, hát végig gondoltuk. Hagyjuk. Ez a pont, ez eljött. Eljött? Tehát én szerintem, én ezt úgy érzem, nem lehet tovább húzni azt az állapotot. Pont a mai Nemzeti Sportban, már bocsánat, hogy nevén nem vittem, de olvasom a megbízott edző nyilatkozatát. Tehát ez nem egy állapot, és nem egy európai kultúrát viselkedés. Tisztában kell lenni, vagy a közvéleményt is úgy kell tájékoztatni, hogy ami a valósághoz a legközelebb eső álláspont, már pedig ez az, hogy ezek a fiúk, vagy ezek az alkalmazottak, akik jelen pillanatban ott vannak a Vasas Futball Kft-nek, hónapok óta gyakorlatilag nem jutottak hozzá azokhoz a feltételekhez, vagy ahhoz a pénzhez, amit a szerződési feltételek nekik előírnak. Nem kapták meg a pénzüket, teljesen magyarán fogalmazva. Jó, akkor azt jelenti. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy tisztességgel és becsülettel tették a dolgukat, nem felmentve őket, de én a Vasas nimbuszához mérhetően abszolút korrektül végezték a feladatot. Te azt történt, hogy egy évvel ezelőtt megvásárolta ezt a tulajdonrészt, persze lehet mondani, hogy nem volt megfontolt, meg nem volt elég ügyes, vagy túlságosan lelkes volt, mindegy, megvásárolta, most vannak tartozások. Mi ebből a kiút? Hát, hogy azt mondja az anyaklub, hogy adja vissza most már, fizeseket azért is adja vissza. Meddig lehet ezt így húzni? Én szerintem egyáltalán nem lehet. Nyilvánvaló vitákat nagyon sokáig lehet húzni. Hát igen, csak én nem igazán tartom. A csapat, nem? Igen, ez a legnagyobb veszély egyébként.